A Kogárt a 2016-2017-es tanévben ismét elindítja OK és végzettséget adó festménybecsüs tanfolyamát. Az elméleti előadások helyszíne a Várkert Bazár testőrpalota. Az oktatás heti kétszeri elfoglaltságot jelent, hétfőn és szerdán 17.30-tól alkalmanként 2x90 percben. Az órák fele-fele arányban oszlanak meg elméleti előadások és gyakorlati foglalkozások között. A tanfolyam, a kurikulum azzal emelkedik, mondhatni, az európai átlag fölé, hogy nem csak kiváló oktatókat, alkotó művészeket, szakértőket szólaltat meg, hanem a Szépművészeti Múzeum és a Nemzeti Galéria műhelyeibe, mögöttes intézetekbe ugyancsak bepillantást nyerünk. A minket oktatott tanárok, azok a hazai szakmának a nagyjai. Tehát tényleg azoktól tanulhattunk, akik nem csak tanítják, hanem csinálják is. És nagyon fontos szakmai tapasztalatokat szereztünk tőlük. A képzésnek nagyon tetszett az a része, hogy a képzőművészeti ismereteket nagyon komolyan vették, és valóban egy átfogó és mély tudást sikerült beszereznem. Az előadók műveltsége, olvasottsága, kápráztató előadásmódja olyan élményt biztosított nekem, hogy azt sajnálom, hogy vége volt ennek az esztendőnek. Fertőszegi Péter, Kasszás Gábor és Virág Judit egyaránt ebbe a ritka emberek közé sorolhatóak. Tanárként most erre törekszem, hogy a nyomdokaiba lépjek. Ami nagyon fontos volt, hogy bepillantást engedett egy kicsit a színfalak mögé, hiszen megismerkedtünk restaurátorokkal, a különféle technikákat megmutatott, olyasmit, amiket soha nem láttunk közelről. Valójában ez a tudás az, amiért szerettem volna ide eljönni. Egy olyan tudást kaptam, ami az addigi művészeti érdeklődésemet, a kiállításokat tulajdonképpen integrálta. Az alapítvány mögött álló műgyűjtemény és az alapító Kovács Gábor műgyűjteménye lehetőséget teremt arra, hogy mind a klasszikus, mind a kortárs művészetben a legkiemelkedőbb darabokkal is megismerkedhessenek a gyakorlati foglalkozás során a hallgatók. Így olyan műtárgyakat vehetnek a kézbe, becsülhetnek meg, láthatják a festésmódját, faktúráját, amire egyébként az életben, a gyakorlatban hosszú évtizedek alatt van csak lehetőség.